A 2000-es évek eleje óta a madarászoki foglalkozások elindításától rendszeres vendég Pakson Zsoldos Árpád ornitológus. Az Ökomunkacsoport Alapítvány előadásokra is gyakran hívja, hiszen e különleges világról, a madarak életéről lebilincselő módon mesél, személyes tapasztalatait osztja meg hallgatóságával. Tudtuk meg a fennállásának 15. évfordulóját ünneplő alapítvány vezetőjétől. Zsoldos Árpáddal a jubileumi sorozat keretében találkozhatott ismét a paksi közönség. Ünnepelni mindig valami fennkölt dolgokkal kell, és ez az ünnepi hangulatot fokozza, hogy egy olyan előadó jön, aki az országban, sőt Magyarországon túl, tehát az ország határt is átlép, hiszen nagyon közismert ember, hiszen ő a hangvadász, idézőjelbe téve, aki különleges madarakatnak a hangját tudja becserkészni és rögzíteni, és egyedülálló előadási technikát alkalmaz. Miről beszélnek a madarak, ezt a címet adta mostani előadásának az ismert ornitológus. A kutatási eredményeket ezúttal is maga gyűjtötte, madárhangokkal támasztotta alá. Megszólal ez a kis madárka, amely szerintem a legszebb hangú énekes. Nem a fülemüle, legalábbis számomra, hanem az erdei pacsirta, amely most szól. És ugye a pacsirták a népi regula szerint már február 19-én Zsuzsanna napján megszólalnak. Olyan értelemben, mint ahogy mi emberek, úgy persze nem beszélnek, de mindenképpen közölnek egymással dolgokat, és aki ismeri őket, ismeri a hangjukat, éneküket, viselkedésüket, hiszen a madaraknál ez a kettő mindig összefügg, tehát a hangadáshoz mindig tartozik egy jellegzetes viselkedés, akkor esetleg le lehet fordítani emberi nyelvre egy-két egyszerű dolgot. De olyan értelemben, mint mi, tehát a gondolatokat nem közölnek egymással, mindig a pillanatnyi hangulatukat fejezik ki hanggal. A madarak megfigyelésénél megismételhetetlen pillanatokról beszélünk, éppen az az izgalmas a természetben, hogy nem könnyen tárja fel titkait, tette hozzá az előadó. Ezért különleges Zsoldos Árpád madárhang gyűjteménye is, mert ebbe a titokzatos világba enged bepillantást. Az ornitológussal minden szerdán találkozhatnak a koránkelők a Kossuth Rádió Hajnaltár című műsorában.